A nyári hőség kapcsán fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, ugyanis az évszakra jellemző, szélsőséges időjárás megterhelő az emberi szervezet számára. Éppen ezért arra intik a lakosságot, hogy gépjárművel történő nyaralás előtt alaposan nézesse át mindenki az autóját, továbbá érdemes tájékozódni az adott célállomás időjárás előrejelzéséről. Alapvetően az autóra azt tudjuk javasolni, hogy megfelelő és biztonságos műszaki állapotban induljunk útnak. Természetesen, hogyha nagy távolságokat teszünk meg, akkor mindig teletankkal tegyük ezt meg, mindig tájékozódjunk a meteorológiai információkról, mindig nézzük meg, hogy milyen idő lesz, és ennek megfelelően vigyünk magunkkal különböző eszközöket. Alapvetően, hogyha hosszú útra indulunk, mindig azt szoktuk mondani, azt javasoljuk, hogy elegendő víz és étel legyen nálunk, illetve hát a családban az alapvető gyógyszerek, amilyen gyógyszerre szükség van, az mindig legyen nálunk. Ha esetleg az időjárás miatt félre kell húzódnunk, és esetleg szélsőséges esetben több órát is el kell töltenünk mondjuk egy pihenőhelyen, akkor legyen mivel ellátni a családot, hogyha valaki rosszul van, akkor el tudjuk látni. Fontos és egyben kötelező tartozik a gépjárműben az elsősegély doboz, melynek szavatossági idejére javallott odafigyelni. Kolozsi Péter helyettes szófivő rámutatott, nyáron gyakran előfordulnak heves esőzések, így ezekre is célszerű felkészülni. Ha úton vagyunk, és nagy vihar érkezik, vagy éppen egy nagy viharba futunk bele, csak olyan helyen álljunk félre, ahol erre megfelelő infrastruktúra van az úton, amennyiben elkerülhetetlen a szituáció és félre kell állni, akkor gondoskodjunk a megfelelő láthatóságról. Mindemellett az otthonunk védelmét ugyancsak szem előtt kell tartani ebben az időszakban is, mivel tévhit, hogy a nagy melegben nincs szükség szénmonoxid, illetve füstérzékelőre, hiszen a nyílt égésterű berendezések, mint például a kazán vagy a gáztűzhely, ilyenkor szintén mindennapos használatnak vannak kitéve. Amennyiben bajt észlel bárki a környezetében, úgy a 112-es segélyhívó számon keresztül tehet bejelentést.